Sziasztok! Ma az egyik kedvenc köretemet készítettem el, és ez nem más, mint a nokedli. Egyébként harcsapaprikáshoz készítettem, és csak turort kevertem hozzá, és így lett meg a isteni finom köret. De nézzétek meg, hogy a nokedli nálunk egyébként hogyan készül. A nokedlihez használunk ugye lisztet. Ebből beleteszünk, amennyit gondolunk az edénybe. Ha nagyon nagy adagot szeretnénk, akkor egy egész kilónyit, hogyha egy kisebbet, akkor fél kiló elég. Én most ehhez teszek rétes lisztet, ami nem szoktak hozzátenni. Akár fele-fele arányba is belepakolhatjuk. A rétes lisztet anyukámtól vettem, ő mondta, hogy sokkal finomabb, hogyha rétes lisztet is keverünk a nokedlihez, és tényleg igaza volt, nekem is bevált. Ehhez teszünk két tojást, de lehet hármat is, négyet is, rátok van bízva. Van olyan is, hogy valaki tojás nélkül készíti. Ezt teszünk egy jó evőkanálnyi sót, illetve olajat. Körülbelül olyan 4 evőkanálnyi. A liszt pedig kicsit több, mint fél kiló. Itt mindig az arányokat kell nézni, ugyanúgy, ahogy a palacsintánál, tehát ne pontosra mérjük ki, mert tényleg felesleges, hanem ránézünk, és tudjuk, hogy ez a mi mennyiségünk. És ehhez semmi más nem kell már, csak víz. És ezt az egészet elkeverjük. Amikor már nehezebb a tészta, akkor átváltunk fakanálra, vagy bármilyen ilyen lapátra, amivel el fogjuk keverni a nokedlinket. Egyébként a palacsinta tészta is nagyon hasonló képpen készül, annak a receptjét a videóink között ugyanúgy megtaláljátok. Lényeg a nokedlinél, hogy szaggatható tésztát kapjunk. Tehát látjátok, hogy ez így szakadt szana széjjel. Semmiképpen ne legyen túl lágy, és semmiképpen ne legyen, tehát hogy ne legyen olyan, hogy mint a palacsinta tészta, hogy önthetjük, és ne legyen olyan kemény, hogy tudjuk rendesen gyúrni. Itt látjátok, szakad a tészta. És most vizet forralunk. A víz nagy mennyiségű legyen a nokedlihez, ebbe teszünk sót, körülbelül egy kávéskanállal, illetve egy pici olajat. Ahogy elkezd így nagyon buborékozni a fazekunkon a víz, rátesszük a nokedli szaggatót. Mehet is rá az első adag tészta. És el is kezdhetjük a műveletet.
Innentől kezdve szinte csak egyet forr a tésztánk, egy picit bugyog, és azonnal el is készült. Felforrt, és ezzel el is készült. Azért nagyon fontos, hogy ilyenkor levegyük, mert hogyha sokáig főzzük, akkor ilyen nyúlós, nyákos lesz, szétfő a tészta. Fogjuk, leszűrjük, hideg vizet engedünk rá. A zsíradékot melegítünk, ez lehet kacsazsír, disznózsír, étolaj, én most kókuszolajat melegítek, erre pedig rátesszük a nokedlit. Összeforgatjuk, és innentől kezdve nem fognak összetapadni ezek a szemek, és úgy ízesítjük, olyan étellel esszük, amivel csak szeretnénk. Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom, hogyha ti másképp készítitek el ezt az ételt. Tudtok minket követni Budapesti Família néven, mind a Facebookon, mind az Instagramon, tudtok nekünk levelet írni a lenthetetlen levelezési és e-mail címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!